Egyre többen fordulnak manapság közjegyzőhöz. A Közjegyzői Percek című műsorunk célja, hogy egy picit közelebb hozzuk Önökhöz a közjegyző munkáját, tevékenységét, hogy mivel foglalkozik. Ennek kapcsán szeretettel köszöntöm a műsorban dr. Toldi Judit közjegyzőt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljött, és az első témánk, amelyet ebben a pár percben fogunk feszegetni, a végintézkedések. Ez a fogalom, hogy végintézkedések egyáltalán mit takar? A végintézkedés az tulajdonképpen egy gyűjtő fogalmat takar. Ide tartozik a végrendelet, ami ugye a legtöbb ember által ismert jogintézmény, amikor valaki egyoldalúan a saját elhatározásából tesz egy haláleseti rendelkezést, és ezt bármikor vissza tudja vonni. De ide tartozik ugyanakkor az öröklési szerződés is. Az öröklési szerződésben egy szerződéses jogviszonyra lépnek a felek, tehát mindegyik fél teljesít valamit annak érdekében, hogy kapjon is valamit. Az egyik fél, az örökhagyó, általában valamilyen vagyontárgyat juttat a halála esetére az őt gondozó tartó félnek, aki pedig ezt az ápolást, gondozást nyújtja ellenszolgáltatásképpen. Tehát ez egy tartósabb jogviszonyt feltételez. Végintézkedés lehet még a halál esetére szóló ajándékozás is, ahol kifejezetten nyújtatni szeretne az örökhagyó, még életében megköti ezt a szerződést, és az általa kedvezményezett személynek nem kell a hagyatéki terheket viselnie. Ki az, aki egyáltalán írhat végrendeletet? Bármilyen életkorban köthető ilyen szerződés? Nyilván jogképesség kell hozzá, meg általában az az életszerű, hogy azért bizonyos élethelyzetekben gondolkodnak el az emberek azon, hogy szeretnének rendelkezni a vagyontárgyaikról. Ez lehet akár egy új családnak az alapítása, lehet egy betegség, vagy az életnek egy olyan szakasza, amikor felmerül ez a kérdés, és ilyenkor lehet végrendeletet tenni akár magánokirati formában is, tehát valaki saját kezűleg is írhat végrendeletet. Lehet géppel is írni, két tanúval, vagy akár közokirati formában. Tehát különböző módokon lehet végrendelkezni. Hogyan válik mindez hivatalossá? Ahhoz kell a közjegyző? Nem feltétlenül. Tehát ugyanúgy egy saját kézzel írt és aláírt végrendelet, amit elejétől a végéig valaki a saját kezével írt, ugyanolyan érvényes végrendeletként tud működni. Ami plusz biztonságot adhat, az a végrendeleteknek az országos nyilvántartása, amit az Országos Közjegyzői Kamara vezet. Akár a kézzel írt végrendeletet is letétbe lehet itt helyezni, és akkor egészen biztosan meg lesz akkor, amikor majd felhasználásra kerül. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki már hosszú évek, akár évtizedek óta párkapcsolatban él, de nem házasodtak össze? Ilyen esetben is köthető, vagy érdemes mondjuk végrendelkezni? Ilyen esetben különösen ajánlott végrendelkezni, tekintettel arra, hogy az élettársaknak nem ad törvényes örökösi státuszt a polgári törvénykönyv. Tehát elképzelhető, hogy valaki sok-sok éven át együtt él a partnerével, és mégsem fog örökölni utána, tehát itt mindenképpen érdemes egy végrendeleti juttatást biztosítani. Kivételt képeznek ez alól az azonos nemű élettársak, akik bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek, tehát akik az anyakönyvvezető előtt is úgymond hivatalos formában megerősítik ezt az együttélést, az ő esetükben van törvényes örökösi státusz, tehát ott végrendelet hiányában is örökölhet az egyik partner a másik után. Ugye most főként a végrendeletekről beszéltünk, mi a helyzet, hogyha valakinek van egy cége például, és arról szeretne rendelkezni, ugyanilyen szabályok szerint működik az is? Természetesen lehet cégvagyonról is végrendelkezni. Itt érdemes a társasági szerződésnek a rendelkezéseit is jól átgondolni, amikor alapítják a céget, hogy adott esetben a cégvagyon örökíthető legyen. Tehát, hogy ne zárják ezt ki a társasági szerződésben, mert a későbbiekben ez komoly problémákhoz vezethet. De lehet biztosítani ugyanúgy végintézkedés formájában is, akár egy üzletrész átszállását, vagy lehet már előre gondolni a társasági szerződésben arra, hogy adott személy megvegye majd az örököstől az üzletrészt adott határidőn belül. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.